Sziasztok, köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, illetve a Grindex podcast nézőit. Ez itt a holnap után a Grindex fenntartatósági műsora, és én Puskás Dalos Péter vagyok, előadó művész, és itt van velem a Grindex újságírója is. Novák Zsombor, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Köszönjük a hallgatókat, és ma egy ö, olyan témával érkeztünk, ami, ami, talán, ami fölött talán elsiklunk sokszor, és pont az elmúlt napokban jöttem rá, hogy milyen jó, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Mert például, én, mint zenész, de egyáltalán, mint aki a városban jár kell, én sokszor szoktam most a felbeni fülhallgatót, de nem is azért, hogy, hogy zenét hallgassak benne, hanem hogy legalább egy kicsit leszűrjem a morajlást, ami körbevesz minket, hiszen tényleg reggel felkelünk, és onnantól kezdve zaj vesz minket körbe, és hát sajnos egy olyan szokásom is van, hogy csak tévére tudok elaludni, tehát hogy gyakorlatilag még az elalvásnál is én zajra alszom el, és hát ez a mai témánk a zajszennyezés, úgyhogy köszöntöm a vendégünket, Bent Mihályt, a Herman Otto Intézet, Nonprofit Kft. intézeti főtanácsadóját, úgyhogy köszöntöm önt, hogy itt van, vagy esetleg tegeződhetünk? Tegeződjünk, igen. Nagyon köszönöm szépen, köszönöm éve. szépen. És hát 40 éve foglalkozol, ha jól tudom, a zajszennyezéssel és annak a mérésével. Hát igen, elég régóta foglalkozom a környezet Zajjal. Hát a mérés az egy része az a feladataimnak, de általában. Mondjuk azt, hogy környezeti zajvédelemmel foglalkozom, és ebbe beletartozik minden. Akkor mondhatom, hogy fekete őes vagy ebben. <gül> Abszolút. <gül> Lehet ezt mondani, igen. És ö, először határozok meg, hogy mit jelent a zajszennyezés. Mert én most emlékeztem dolgokat, hogy otthon a tévé, a, a morajlás a városban, de mi pontosan a zajszennyezés? Hát először azt kellene. Csak mi az a zaj? Mi az a. Igen, pontosan oh! akartam mondani. Hát hogy... ezért van itt a tanult kolléga. <laughs> Definiáljuk azt, hogy mi az, hogy zaj, mert itt szóba került az, hogy például tévére alszol el, és hogy abba a zajba. Most abban az esetben a tévé hangja az hang, és nem zaj. Egy hang akkor válik zajjá, ha kellemetlen és zavaró. Uh -huh. Tehát ugyanaz a hanghatás, nem mindenkinél zaj. Most egy példát mondok. Példa, példaként, hogy ha az én lányom mondjuk hegedülni tanul, és elkezd gyakorolni, az nekem hang, a szomszédnak meg zaj. Uh -huh. Tehát attól függ, hogy milyen a kapcsolatom azzal a hangjelenséggel. Úgyhogy ez a definíciója a, a, a zajnak. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy ma egy városlakót egy normál napja során elég komoly zajhatás ér. Az, az a legutóbbi adatok alapján mondjuk egy fővárosi lakos, az nagyon nagy valószínűséggel kap olyan zajterhelést, nem csinál különben semmit, csak él a városba, ami nem kívánatos már, és egészségveszélyeztető hatása van. A budapesti lakosság 35-6%-a él ilyen környezetben. Tehát ez elég. Rengeteg uh, Rengeteg, igen, igen. Azt is gondolhatnánk, hogy mondjuk a zaj az a korunknak a betegsége csak. csak Mióta foglalkozhatunk egyáltalán ilyennel, hogy környezeti zaj, szoktam megkérdezni egy előadások, amikor gyerekeknek tartok, hogy lehet tippelni, vajon mióta, és általában azt szokták mondani, hogy mondjuk az ipari forradalom jött, az ipari forradalommal jött el ez akkor, és hát nem, már az ókori Rómában is foglalkoztak a környezeti zajjal. Voltak olyan durva szabályok, hogy például volt olyan törvény, most hírta nem tudom melyik császárnak a törvénye, hogy egyszerűen vasár és ünnepnapokon tehát nem lehetett behajtani kocsival a róma város területére, annyira zavarja a lakókat. Tehát elég komoly zajvédelmi szabályozás volt már az ókorban, és hát el tudjuk képzelni, hogy ahhoz képest most mit kap egy városlakó. Igen, tehát amit említettél, tehát hogy végülis, ha oh, jól értettem, akkor, akkor ebben a korban még egy egyfajta kényelmi ö, kényelmi szigorítás volt ez, hogy akkor hétvégén azért ö, nyugodtan tudjanak az emberek pihenni, de ma beszélhetünk egészségkárosító tényezőkről is, és inkább ennek kéne az elét venni, hogy, hogy, hogy megakadályozzuk ezt. Az a helyzet, hogy igazából a zavarás már egészségkárosító. Tehát az, hogy én nem tudok pihenni például, annak rendkívül szertágazó egészségi problémája van. Robert Koch, a mikrobiológus, aki a 1800-as évek végén élt, ő mondta, hogy eljön majd az idő, amikor úgy kell védekeznünk és harcolnunk a környezeti zaj ellen, mint most a kolera és a pestis ellen mondta ő ezt akkor. És hát hol volt az a helyzet a maihoz képest? Tehát Igenis, hogy olyan egészségkárosító hatások vannak, amikkel nem nagyon foglalkoztunk eddig. Mert az, hogy hát bántja a fülemet, nagy zaj van, és, és meg lehet tőle süket ülni. Ez egy dolog. De az a zajszint, amiben nap mint nap élünk, az, ami úgy föl se tűnik, az is károsítja a szervezetünket. Egy-egy ilyen vizsgálat nagyon hosszú időszakot kell, hogy felöleljen, és ezért nem is nagyon volt sokáig információnk arról, hogy milyen egészségkárosító hatása van a zajnak. Most már egyértelműen ki lehet mondani, hogy ugye stressz hatást fejt ki, a vérnyomásra, szív, ö, ö, működésre, de ilyen talán nem is gondolnánk, hogy például a cukorbetegség kialakulásának a kockázata, vagy a legutóbbi ö, időben hallottam én, hogy például merrák kialakulásának a kockázata, vagy gyerekeknél főleg hormonháztartásnak a. a, a problémáját okozhatja. Tehát olyanokra, amikre nem is gondolunk, és nem nagy zajokra kell itt gondolni, hanem abban a mindennapos környezetbe képzeljük magunkat, amibe élünk. Lehet azt mondani, hogy gyakran vagyunk úgy, hogy uh, hazamegyünk, és nem tudjuk, hogy mi bajunk van. Uh -huh. Hát ez is egy tényező lehet, hogy egy zajos környezetbe éljük a mindennapjainkat. Egészen elképesztő dolgokat soroltál fel, és hát végig akkor ehhez képest tényleg egyáltalán nem törődünk róla vele, és nem beszélünk eleget róla. Viszont most elmegyünk egy rövid szünetre, és aztán folytatjuk ezt a beszélgetést, úgyhogy maradjatok velünk, mert aztán beszélgetünk még erről, hogy hogyan ijesszünk, meg saját magunkat ezzel a tényel, másrészt pedig az, hogy hogyan tudjuk megóvni az egészségünket. Folytatjuk hamarosan. Sziasztok, folytatjuk a holnap után a grindex.hu szerkesztőségi műsorát itt a Petőfi Rádion, illetve a most már a Youtube-on is tudtak minket követni. És a vendégünk Bernd Mihály, a Herman Otto Intézet, Nonprofit Kft. Intézeti Főtanácsadója. És ott hagytuk abba az imént, hogy az ajártalom milyen hatással lehet az egészségünkre, hogy egész komoly betegségeknek az előidézésében játszhat szerepet. És egy picit még maradjunk itt ennél, mert talán ez az, ami mindannyiunkat a legjobban érint, hiszen ugye el is hangzott, hogy Budapest lakosságának 40 a is. 36, 36, maradjunk ebbe ez a hivatalos. Oké, oké, legyen 36. Szóval, hogy viszonylag nagyon sok az az ember, aki kivantéve téve olyan zajhatásnak, ami egészségkárosító hatással lehet. De hogy mit tudunk tenni? Egyrészt azért, hogy ez kevésbé legyen jelen az életünkben, másrészt meg talán, tehát hogy hogyan lehetne ezen változtatni? Hát először is foglalkozni kéne a problémával a súlyának megfelelően. Itt elhangzottak bizonyos adatok arra, hogy milyen Egészségkárosító hatása lehet az ajnak, amire talán nem is gondolnánk. Ezzel nem szerettük volna elidegeszteni az embereket, vagy megrémíteni, vagy pánikot kelteni, de jó, hogy tudatában vagyunk annak, hogy ez egy egészségkárosító faktor, és igenis, hogy kell ellene valamit tennünk. Most egy városlakó igazából mi az, amit tehet? Sok lehetősége nincs, de bizonyos szempontból mindenki felelős azért. Itt az előbb szóba került a a Robert Koch-nak a, a mondata, hogy majd eljön az az idő, amikor ugyanúgy kell küzdeni a környezeti zaj ellen, mint a akkori fertőző betegségek ellen. És amikor beszéltünk erről egy doktornővel, aki ezért volt felelős, ez volt a szakmája, akkor ő nagyon érdekesen megjegyezte, hogy akkor, amikor az emberiség egy járvány ellen küzdött, akkor csak akkor volt eset, eredményes, hogyha mindenki megtette a részét. És ezt a Covid-nál nagyon jól megtapasztaltuk. Tehát nem csak az orvosoknak, hanem a politikusoknak, a, a, a nevelőknek, a, a jogászoknak, minden, informatikusoknak, mindenkinek megvolt a maga feladata a járvány elleni védelemben. És ha így van, akkor a zaj elleni védelemben is mindenkinek megvan a feladata, hogy sikeresek legyünk. Tehát ugyanúgy a nevelésnek, a, a jogi szabályozásnak, és a, a közlekedésügynek, településfejlesztésnek, egészségügynek, és minden embernek személy szerint van felelőssége abba, hogy milyen környezetben élünk. Mindenkinek van ö, ö teendője. Ezt jó is, hogy mondod, mert ezt akartam kérdezni, hogy vajon kinek lehet a felelőssége az, hogy ezen változtassunk? Magánemberként nekem felelősségem, vagy inkább az állami ez a feladat? De hát akkor ezek szerint megoszlik. Tehát vásár. mindenkinek van, mindenkinek van uh -huh. szerepe. Most csak egyet mondok, nem tudok most pontos adatot mondani arra, de hogyha végignézzük mondjuk a városi közlekedést, hogy hányan utaznak egy-egy autóba, végig, csak oda kiáll az ember, és megnézi, hogy nagyon gyakran egy, maximum kettő ember az, aki beül és autózik. A hogy erre szükség van-e, vagy lehetne -e megoldani ezt is. Egy nagyon érdekes felvetést hallottam, ami nem kifejezetten zajjal kapcsolatos, de hogy a gyereknek a szocializálódása is más, mint akkor, hogyha részt vesz egy város életébe. Tehát közösségi közlekedéssel közlekedik, nem egy kaszniba megy a lakóhelytől az óvodáig, óvodától vissza, hanem részt vesz egy város életébe. Tehát a szocializálódás szempontjából is fontos. Környezeti zaj tekintve a domináns a közlekedés. A 90%-a, még annál is több az, amit a közlekedés okoz, alapvetően a közúti közlekedés. És ha belegondolunk, át vannak hálózva a városaink közutakkal, ott elég a városokban nagyon komoly forgalom van, tehát igazából nagyon el se tudunk menekülni előle. Viszont akkor egy kicsit ez úgy tűnik, hogy ezen változtatni se tudunk, hiszen ez egy adottság, nem? Hát gyorsan nem. Az biztos, hogy nem. Gyorsan nem tudunk rajta változtatni, de azt lehet mondani, hogy egy tervszerű intézkedés sorozat van, vagy egyáltalán ezt kitűzzük magunknak, hogy igen, ezen változtatni akarunk, vagy változtatni szeretnénk, akkor lehet is változtatni. Ez az Európai Uniós szabályozás, ami 2002-ben született meg, tehát nem olyan régi. Tehát pont az Unió volt az, aki megállapította azt, hogy az eddigi zajpolitika nem hozta meg az eredményt Egy új szabályozási elvet fektetett le, ami abból áll nagyon durván, hogy először fel kell mérni a helyzetet, olyan módon, hogy mindenki számára világos legyen, hogy mi az a környezeti zajhelyzet, amiben él. Ezt szolgálják a zajtérképek. Ezeket úgy kell elképzelni, mint egy színes térkép, ahol nem a domborzat van kiszínezve, hanem hol mekkora a zaj egy laikus is el tudja dönteni, vagy látja azt, hogy az a környezet, ahol vagyunk, az hol, mekkora zajban van. Ez az első lépés, és utána megint nagyon leegyszerűsítve azt írja a szabályozás, hogy üljetek össze, és döntsétek el ti magatok, hogy mit kezdetek ezzel a helyzettel, és mondjátok meg nekünk, hogy mit csináltok. És ez egy öt éves visszatérő ciklus, nincs például közös európai határérték. Ez sokszor van, hogy fölmerül, hogy de hát miért nincs európai határérték? És akkor visszamennék ide a zaj fogalmára, hogy az a hang, ami zavar. Mást zavar mondjuk, képzeljük el egy nápoi. Honpolgárt, meg egy stokholmi honpolgárt. Azért az ajhoz való viszonya más. Most erről jutott eszem, hogy nemrég olvastam egy cikket erről, hogy Franciaországban is egyre többen költöznek ki a városból, és szabályozni akarták a, a vidéki hangokat, tehát hogy kakas nem lehet tartani, stb. 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 És akkor ebből kialakult egy vita, hogy de hát oké, hogy ide kiköltöztök, de ez a vidéknek a hangja, és mi ezt hát, szeretjük, és ehhez kell hozzászoknotok, ha szeretnétek igen, itt kint lakni. Hát igen, minket sokszor, ugye én az a jó régóta foglalkozom, és sokszor mondta, azt, hogy hát ti vagytok, akik azt szeretnétek, hogy ne legyen zaj, vagy ne legyen hang, vagy egy csöndes környezetben éljünk. Hát mi az, hogy csöndes? Tehát, hogyha azt mondjuk mi, hogy van ez a, ez a kifejezésünk, hogy az erdő csendje, hát az erdő az hogy csendes? Ha kitennék egy műszert, akkor olyan zajszintet, vagy hangnyomás szintet, nem zajt mérnék, ami hogyha zaj lenne ugyanilyen hangnyomás szinten, akkor már nem felelne meg a követelményeknek. De arra mégsem mondjuk, hogy zaj, az hang. Tehát, vagy, vagy arra gondolunk például, hogy van a városunknak, kimegy a város, szoktuk mondani, hogy hangulata van a városnak. Belegondoltunk, ott van a Szó tőbe, hogy hang. Tehát az, hogy én hogy érzem magam egy városba, ahhoz tartozik az akusztikai állapota annak a városnak, vagy az akusztikai jellemzője. Én emlékszem, amikor Pécs városa pályázott a zöld főváros címre, és akkor jöttek a kritériumok, ugye a pályázatba le voltak írva, és akkor ott szerepelt ilyen, hogy a, a város akusztikai állapota. És akkor van, hát ez meg mi. És akkor derült ki, hogy ez is egy olyan tényező, ugye nem csak a hulladék, nem csak a víz, nem csak a levegő, hanem van egy akusztikai állapota is a, a környezetnek, és hogy ezt nem csak azzal a jellemzővel lehet mérni, hogy, hogy mekkora a zaj, ugye egy zajtérkép készült Pécsre is, hanem sok minden más tartozik ezzel. Például volt egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy mik azok a hangok, amiket egy város vagy a város Pécs szeretne megőrizni. Tehát, ami ő neki értékes. És uh, nagyon, nagyon érdekes. Először, hát nekünk ilyen nincs. Hát, nincs. És csak elkezdtünk gondolkozni. És akkor hát kiderült kapásból ugye az, hogy a, a városházának van egy harangjáték. Hát ez egy olyan, vagy a dzsámi mögött most külön van egy másik harangjáték. De másik érdekeset mondjuk, ugye beszéltünk is a közlekedésnek a zaj problémájáról, hogy zajos az autó, zajos a vonat, de a mecsekbe a kisvasút, ami a vidámparttól az állatkertig megy, az kattogjon annak kattognia kell. Mert úgy adja vissza azt a hangulatot, ami oda való. Tehát, hogy nagyon-nagyon eh, differenciált ez a, a, kérdés, és azt is eh, hallottam egyszer, hogy ugye akkor most már ugye a mobiltelefonoknál valaki hív, akkor látom, hogy ki hív, de régen, mikor csöngött a telefon, nem tudtam, hogy ki hív. És akkor fölvettem, be sem mutatkozott, ismerős, megismertem a hangjáról hogy ugyanígy egy várost is meg lehessen ismerni arról a hangról, ami az ő értéke. És ezeket az értékeket őrizzük meg. Tehát az, hogy mi környezeti zajvédelemmel foglalkozunk, az nem jelenti azt, hogy a hangokat írtjuk ki egy városból, hanem az hangokat szeretnénk megőrizni. Egészen elképesztően mennyire összetett, amiről most beszélgetünk, nem is gondoltam volna. Mindenesetre hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést, úgyhogy maradjatok itt velünk a Petőfi Rádion, és hát a podcast néző is maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk. Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, folytatjuk a beszélgetésünket Ben Mihályjal, és ott tartottunk, hogy zajszennyezés, hogy ezt azért meghatározák kulturális tényezők is, de pont azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy azért nem foglalkozunk vele eleget, mert valahogy hozzá vagyunk szokva, hogy elfogadjuk, hogy igen, ez a város. De hát közben elfelejtünk egy generációt, aki ebbe születik bele, a gyerekek, akik abban nőnek fel, hogy igen, ilyen sűrű a város, ennyi zaj van, hogy esetleg lehet arról beszélni, hogy ők már máshogy hallanak, vagy vannak olyan változások, az ő, az ő hallásukban, amit csak most veszünk ész, és fontos lenne erről beszélni? Hát igen, az, hogy egyre nagyobb zajban élünk, vagy egyre nagyobb hangerőre vagyunk kényszerülve, pont azért, mert a zajos környezet elnyom sok mindent, ezt észre lehet venni a gyerekeknek a hallásán, hallás változásán. Egy kutatási jelentésbe olvastam egyszer, hogy hogy mondjuk egy most 20-25 éves fiatalnak a hallása az olyan mint egy régebben a 60-65 éves embernek a hallása ez egészen Egyszer... elképesztő adat El... egészen elképesztő adat és hát nekünk van egy ilyen kis kiadványunk otthon és csinálhat bárki egy ilyen játékos hallás vizsgálatot hogy megnézi azt hogy mi az a frekvencia ameddig ő hall. Ugye elsősorban a magas frekvencián veszítjük el a hallásunkat, a magas hangokat nem érzékeljük már. És hát ez elég veszélyes is lehet egyébként a, a, a mindennapi életbe. De pár évvel ezelőtt merült fel ez a, a kérdés, hogy vajon a gyerekeknek a hallását vagy a, a, a fülének a károsítását mennyire okozzák azok a például zenés rendezvények, vagy azok a műsorok, amiket egy gyerek végig hall, kell-e olyan hangosnak lenni, itt gondolni akármilyen koncertre, vagy egy cirkuszi előadásra, vagy egy sportrendezvényre, hogy hogy vajon, vajon mit kapnak a gyerekek, és elindult egy ilyen vizsgálat az MTA-val, egyetem közreműködésével, és hát arra megállapításra jutottunk, hogy igen, ez a ott a környezet, és a gyerekeknek a hangterhelése vagy zajterhelése az néha katasztrofális. Tehát én mértem gyerekrendezvényen, óvodai rendezvényen a gyerekfüle mellett egy 118 decibeles hangnyomás szintet, ami úgy e, tudjuk hova tenni, hogy mondjuk a 125 decibel az már halláskárosodást okoz. Tehát e, Fölösleges ilyen szinten. Vagy szerencsére én most már egyre gyakrabban látok olyat, hogy például sportrendezvényeken a gyereknek a fülére ilyen nem komoly, de valamilyen fül védőt vagy hallásvédő szerkezetet tesznek fel egy ilyen fültokot, ami valamelyest csökkenti ezt a, 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 terhelést. De hát, amit, hogyha egy kicsit a jövőbe tekintünk, hiszen azt mondtad, hogy 20-25 éves embereknél méritek azt, hogy 60-65 éves embereknek felel meg a hallásuk. Hát, hogyha 10-20 évre előre megyünk, akkor lehet, hogy ez népbetegség lesz? Tehát amikor ez a generáció felnő, idősödik, akkor még jobban romlik erőteljesebben, és 30-40 és korukra gyakorlatilag már halláskárosultak lesznek. Hát ez így van, sajnos. Ez nem elér Ah, tehát ez nem csak egy utópia, is, amit nem most csak kitalálta. egy utópia, hanem már lassan itt leszünk, igen, itt vagyunk. Hát uh, uh, én csak azt szoktam mondani, nem vagyok színházi ember, de de úgy föltűnik, hogy egyre gyakrabban már prózai daraboknál is mikrofonba beszélnek a, a színészek holott arra volt kitalálva a színház, hogy ott egy normál beszédet mindannyian halljunk. És hát uh, nem tudom most ez hogy működne hogy meghallanánk ezt a, a, a beszédet. De azt gondolom, hogy mindannyian tehetnénk érte valamit. Egy ilyen gondolat volt ennek a vizsgálatnak a vége, és hát nem tudjuk, hogy lesz-e belőle majd valami. Egy olyan megoldást szerettünk volna, hogy ö, megtiltani nem lehet azt, hogy valaki bemenjen egy zajos rendezvényre, mert hát ő saját maga is van egy ilyen igénye is, hogy őt aztán most azt szeretné élvezni, hogy a szóljon, de azt mindenképpen lehetne, hogy felhívni a figyelmet arra, hogy aki ezen és ezen a rendezvényen részt vesz, annak a hang terhelése milyen szintű, és akkor lehet osztályozni pirostól mondjuk egészen zöldig, és akkor, amikor valaki odamegy, tudja, hogy ő most ezt fogja kapni, vagy viszi a gyerekét, tudja, most ezt fogja kapni, és akkor utána mondjuk azért valamilyen szinten regenerálódik a, a fülünk, tehát egy kicsit pihentetni kell, vagy hogyha valami gond van, akkor tudja, hogy ebből ö, származhat. Az az igazság egyébként, hogy a fülünk és a szervezetünk olyan, hogy nem felejt. Tehát mindenképpen van olyan hatása, ami megmarad, csak később jelentkezik. Csak később jelentkezik. Az jutott eszembe erről, hogy tényleg amikor 90-es években kamasz voltam, és akkor megjelentek a walkmenek, és akkor mentem a metrón, és hogy úristen, milyen hangosan hallgatja a zenét, és hú, majd biztos károsodni fog a hallása, de közben végül egy kicsit arról beszélünk, hogy azóta végül mi is passzív szenvedői lettünk ennek a, ennek a amiben felnövünk. Viszont akkor be beszéljünk majd prevencióról a következő blogban. Most elmegyünk egy rövid szünetre, tehát tartsatok velünk, hiszen itt a Petőfi Rádión folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartósági Műsorát. Sziasztok, folytatjuk a holnap után a grindex.hu műsorát itt a Petőfi Rádióban illetve a YouTube-on, és ott adtuk abba az e imént vendégünkkel Bernd Mihályjal, aki zajvédelmi szakértő, hogy milyen komoly terhelések érnek minket a mindennapokban, és hogy ezek ellen hogyan tudunk védekezni. És akkor ezen mennénk is tovább egy picit, hogy én, mint hétköznapi ember a mindennapokban, hogyan tudok tenni az ellen, vagy azért, hogy engem kevesebb zajártalom érjen, hogyan tudom megvédeni magam, vagy, a, vagy akár a családomat, vagy a lakó környezetemben mit tudok tenni. Hát az a helyzet, hogy egy adott helyzetben, mondjuk egy nagyvárosi környezetben nagyon sok mozgásterem nincs. Tehát ott alapvetően a közlekedés határozza meg, de lehet olyan, hogy próbálok azért az zaj ellen elmenekülni. Tehát az, hogy például az, hogy én hol lakom, a lakás választása olyan, hogy ne egy zajos helyen eh, válasszak lakást, vagy ne ott eh, lakjak. Ezt egyébként ebben segít mondjuk a, 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 a zajtérkép is. Meg tudom nézni, hogy hol mekkora a, a zajszint vagy mondjuk abba az épületben, ahol lakom, akkor ott a nyilánszárók, amik a gyenge pontjai mondjuk egy épület homlokzatnak, és már lehet elég jó hangátlású ablakokat kapni. És akkor, amikor én ezt választom, hogy általában mindenki a, a hő veszteségre, energia biztonságra törekszik, manapság főleg, de hogy megnézzük-e azt, hogy mondjuk... A, zajba mit tud, tehát mi az a hangátlás, amit adott. adott, adott. Tehát hangszigetlés akkor ugyanilyen Így fontos nekünk? Na most A másik ilyen, amiről talán kevesebbet beszélünk, de mondjuk egy háztartáson belül nagyon izgalmas dolog az, hogy akkor én, amikor egy zajos háztartási gépet vásárolok, gondoljuk például egy mosógépre, egy hajszárítóra, vagy mondjuk egy klímára, amit odateszek a hálószobámba, és éjszaka is megy, amikor én pihenek, hogy annak milyen a zajszintje. Most ezeken a berendezéseken nem tudom, hogy hány százaléka a hallgatóknak az, aki tudja, de rajta van a zajszintje is. Nincs határérték, hanem csak fel kell tüntetni. És én vagyok az a vásárló, aki befolyásolom a gyártót, hogy törekedjen minél csendesebb berendezésre, és akkor, mikor egy ilyet kiválasztok, akkor ez is legyen egy szempont. Az Energia címkén ne csak azt nézem hogy A vagy B vagy hány ilyen pluszos a, a berendezés, hanem nézzem meg a zajszintjét is. Nem azt mondom, hogy ez alapján válaszol, de hogy ez is legyen egy szempont a, a választásnál, hiszen a lakásomba helyezem el egy Igen, zajforrást. Ez, ez különösen érdekes, mert nem régen vásároltunk egy hűtőszekrényt, és hát a, a, a konyhában sajnos nem tudtuk elhelyezni, így a nappalihoz közeli helyen tudtuk csak berakni. És épp ezért nagyon fontos szempont volt az, hogy csendes legyen, és mi tulajdonképpen szinte ez volt a fő szempont a vásárlás során, hogy hogy hány decibeles. És nagyon érdekeset hát hallottam nemrég egyébként, pont a te előadásod kapcsán, hogy ezek a decibelek, hogy ezek, erről tudnál nekünk egy picit mesélni, hogy ez amikor 38 és 40 decibel, mert ugye nagyjából a hűtő az ilyen 36 kötőjel, 42, ahogy így emlékszem, a... a, a a szórás a boltokban, hogy hogy, hogy is néz ez ki a decibelek közötti különbség? Most a részletekben nem menjünk bele, de azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy nem lineáris mennyiségről, hanem logaritmikus mennyiségről van szó, amikor decibelről beszélünk, és az 50 decibel meg 50 decibel az nem 100 decibel, hanem 53 decibel. Tehát a duplázódás az 3 decibel, vagy a feleződés. Tehát akkor, amikor van mondjuk azt mondod, két hűtőszekrény, ami között választani kell, az egyik 39, a másik 42, azt mondom, hogy na, hát ez nem a nagy különbség. A duplája. Hú, pontosos, a, pontosan, a duplája. Tehát kétszer, mint a kettő hűtőszekrény tennék be, a 42 annyival zajosabb. Tehát ezt mindenképpen e, e, tudni érdemes hozzá, hogy, hogy így nézzünk rá egy ilyen eszközre. Ez nagyon jól elmondtad, mert tényleg légkondinál szerintem az a világ legidegesibb dolog, amikor boldogan megvesz egy légkondit, beindítod, és tönkrement az életed. Mert gyakorlatilag megállás nélkül nagyon hangos zúgást rész lesz, és nekem ebből már volt is egyébként problémám, hogy akkor még vérházban laktam, hogy, hogy hát sajnos valakinek rosszul működött a légkondi, iszonyatosan zajos volt, és, és nagyon nehéz volt ezt valahogy megfogni, hogy hát azért mégiscsak meg kéne javítatni, és hogy valami, mibe kapaszkodjak. Nagyon érdekes ott pont, amikor ez, ez, egy európai szabályozás egyébként, amikor ezt átvettük, akkor, akkor én ugye a minisztériumban voltam, és akkor ezen dolgoztunk, és elmentem gyártókhoz, és engem lepett meg a legjobban, hogy őket mennyire, hogy mondja, motiválja ez. De leg... És mi mindent ráfordítanak, hogy egyre csendesebb legyen, mert ugye mi megszoktuk azt, hogy hát határértékek kellenek, és akkor, hogyha megfelel, akkor igen, mi a gyártónak azt teljesíteni kell, itt nem úgy működik, nincs határérték. Egyedüli kötelezettség, hogy fel kell tüntetni. Aha. És a gyártó iszonyatos pénzeket fordít arra, hogy a lehető legcsendesebb legyen, mert akkor tud érvényesülni a piacon. De igen. És mi vagyunk azok, akik erre rákényszerítjük. Ha nem nézzük meg, és azért örülök, hogy mondtad, hogy ti megnéztétek, ha nem nézzük meg, akkor nincs motiváció. Igen, mert konkrétan most, ahol lakom, azért nem kapcsolom be a légkondit, mert olyan nyugi van egyébként egész nap, és csak akkor lesz igazán az, hogyha bekapcsolom a légkondit. inkább megfagyok, vagy megsülök, csak ne legyen légkondi. Viszont amikor idejöttem, és olvasgattam a zajszennyezésről, ugye, hogy zajszűrős fülhallgatók, hogy, hogy ez hol tart, vagy érdemese használnunk ilyet a mindennapokban? Hát akik kifejezetten zajos környezetben vannak van, mindenképpen, és egészen komoly, egészen fantasztikus miket tudnak műszakilag már ezek. Én azt mondom, a hétköznapi embernek ez nem ö, opció, de az, hogyha tényleg zajos helyen vagyunk, ö, hosszabb, huzamosabb ideig érdemes a fülünket pihentetni, akár egy ilyen ö, fülvédővel. A gyerekeknek különösen ajánlott, mert egy fejlődésben lévő szervezet őket igen is főleg a kicsiket meg óvni ezektől a, 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 a zajterhelésektől. Azért még egy, egy, érdekes dologról azért beszélnék, hogy, hogy ugye városi környezetben sok mindent nem tudunk csinálni az zaj ellen. Tehát mit tudok csinálni mondjuk a Rákóczi úttal? Most ugye itt a decibelekben már belementünk, most mondjuk 69, ahhoz, hogy ha leveszem felére a forgalmat, ami irreál, nem tudom megfelezni a Rákóczi út forgalmát, akkor a 69-ből ez 66-na, és tehát, hogy, hogy nem egy olyan borzasztó ö, eredmény. Mit tudok csinálni? És, és nagyon érdekes, újszerű ö, megközelítés volt, hogy ugye visszatérünk a mi a zaj, kellemetlen, zavaró hang. És nem csak úgy tudom csökkenteni, hogy a hangnyomás szintet, a fizikai mennyiséget csökkentem, hanem úgy is megtudom, hogy az a zavaró hatást csökkentem. És nagyon érdekes, hogy például van egy közlekedési zaj, ha én azt elfedem egy olyan hanggal, ami hangosabb, tehát ha egy műszert letennék, akkor nagyobb értéket mutatna, de nem olyan zavaró. És erre, és akkor, akkor megszűnik a zaj hatása, mert nem zaj van, hanem hang. Most erre egy egészen konkrét példa, Budapesten a, a Váci út, tehát ott, ahol komoly nagy forgalom van, a Vesztennek a Váci úti oldalán, ott vannak kávézók, ahol ki lehet ülni, és az ember gyakorlatilag benne ül a kétszer háromsávos útnak a forgalmába. Hát az senkinek nem kellemes. Fölhúztak oda egy szökőkutat, egy ilyen oszlopos vízfalat, és a szökőkútnak a hangja, a víz csapogása elnyomja a közlekedést. És akkor, amikor én kiülök a Teraszra, igaz, hogy nagy hangnyomás szintbe ülök, de nem zajba ülök, hanem vízcsobogásba. Teljesen máshogy érzem magam. Tehát egy ilyenfajta megoldások is segíthetnek abba, hogy ebből az ajos környezetből kimenekünk, ha más megoldás nincs. De nagyon innovatív vagy. Visszamenve Pécsre, például nagyon érdekes ott a Széchenyi téren, bár ki vannak most már tiltva a, 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 a járművek, de a, a dzsámi előtt van egy kis vízesés és annak a vízesésnek a csobogása az úgynevezett fehér zaj, ami, ami, ami kifejezetten pszichésen nyugtat, relaxál. És maga a főtérnek a benyomása is olyan, hogy ott igazán tényleg le lehet pihenni, elnyugodni, relaxálni az embereknek. Tehát nagyon sok minden olyan eszközünk van a zaj kiküszöbölésére, ami nem feltétlenül a fizikai mennyiség jelenti, hogy ahhoz nyúlunk hozzá. Nagyon örülök, hogy beszélgettünk erről, hiszen, mint kiderült, egy nagyon fontos téma az életünkben, de jó, hogy vannak megoldások erre, és hát bízom benne, hogy mi hallgatóik és nem csak tanultak ebből, hanem egy kellemes, nyugtató beszélgetést hallottak. Úgyhogy köszönöm szépen Ben Mihálynak, hogy eljött hozzánk, és beszélt, mit tapasztalt az elmúlt 40 évben, és átadta a tudását. És hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok itt a Petőfi Rádion, illetve nézhetek minket a YouTube csatornánkon. Ez volt a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsora, és jövő is újabb fenntartatásági témákkal, hogy akkor is tartsatok velünk. Köszönöm, hogy itt volt velünk ma. Köszönöm én is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük szépen!